A vesebetegek száma az elmúlt években folyamatosan világszerte nő, mondta a vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének közgyűlésén a nyíregyházi műves állomás orvosigazgatója. Szegedi János kiemelte, az idősek a legveszélyeztetettebbek, hiszen a kor előre haladtával a vese súlya egyharmadával, véráramlása pedig a felére csökken. De a vesebetegségek gyakori okozója a diabétesz és a magas vérnyomás. Szabolcs megyében több mint 150 ezer hipertóniás beteg áll gondozás alatt. A hipertónia a veselégtelenséget okozó betegségek között a második helyen áll. Cukorbetegség, népbetegség, világviszonylatban a cukorbetegek száma nagy. Magyarországon több mint 1 millió cukorbeteggel kell számolnunk. És még azt is elmondhatjuk, hogy minden ismert cukorbeteg mellé egy ismeretlen cukorbeteget is oda tehetünk, aki még nem tudja magáról, hogy cukorbeteg. Szabolcs megye hogy néz ki? Több mint 45 ezer cukorbeteget ismerünk. És ön az elhízás. Nagyon komoly probléma. Részben, mert az elhízás a magas vérnyomásban, a cukorbetegségben szerepet játszik, de a vesebetegségben is. Most jelent meg a héten néhány közlemény, ami valóban elgondolkodtató. A világon a magyarok a negyedik legelhízottabb populációt jelentik. Amerika, Mexikó és Új-Zéland után Magyarország a negyedik helyen áll. A rizikófaktorok tehát jóval erőteljesebbek hazánkban, az egészséges élet azonban egy kis odafigyeléssel elérhető. Több betegség, így a vesebetegség is megelőzhető lehet, a legfontosabb a napi 2-2,5 liter folyadék fogyasztása, hiszen az segíti a vese működését, a test tisztulását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 400-an szenvednek valamilyen vesebetegségben. Egyesületünk 1989-ben alakult, tehát lassan 30 évesek leszünk. Igyekszünk összefogni és segíteni a megyében található élő vesebetegeket. Ezeknek nagy része 3 műves állomásra jár ide a megyébe, Kisvárda, Nyíregyháza és Mátészalka. Ezen kívül vannak dializált, illetve CAPD-s és transzplantált betegtársaink is. Jelenleg 228 fő a taglétszámunk. Ez a nyíregyházi műves állomás egyik dialízis helyisége. Ezek a gépek lényegében a vese helyett dolgoznak, a csöveken keresztül áramlik a vér, amely a berendezés működésével a méreganyagoktól tisztul, így segítik a szervezet anyagcseréjét. Csak a nyíregyházi központba 180-an járnak rendszeresen dialízisre.